Január 16-án a Szent Imre Gimnáziumban tartott kulturális konferenciát a Szent Imre Városi Érték Megőrzők Egyesülete az értelmiség felelőssége napjainkban címmel. Az SDSZ vendége dr. Rétvári Bence a 15. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje volt. Az este folyamán három előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Elsőként Szakó Gábor író tartott előadást a Mindenható Gazdaság címmel, majd Kun Miklós történész értekezését hallgathatták meg a megjelentek, az értelmiség lázadása a diktatúra ellen címmel. Jókai Anna írónő előadásában a spiritualitás és a mindennapi életünk kapcsolatáról fejtette ki véleményét. A mindennapi spiritualitásról, az értelmiség felelősségéről szeretnék szólni, és arról, hogy valójában mindenki értelmiségi, aki látja a helyzetnek a jelenlegi értelmetlenségét, és megpróbál ezen túllépve hát valami jobbat konstruálni abból, amiben élünk. De hát szokásom szerint sok mindenről szó esik, és az nagy örömmel tölt el, hogy ezt a nagy dísztermet megtöltötték. Ön szerint miben valósulhat meg a mindennapi spiritualitás? Hát elsősorban abban, hogy nem csak szép szavakat használunk, hanem amit mondunk, azért a tetteinkkel is helytállunk. Tehát igazi spiritualitás sohasem az, hogy valaki reggeltől estig mámoros szép szavakat beszél, és közben nyugodtan fölfordulhat mellette a szomszédja, hanem az, hogyha mindig pontos szavakkal illeti az élet jelenségeit, és ott segít a környező világon, ahol tud. Azt gondolom, hogy talán semmi sem olyan aktuális, mint arról beszélni ennek a kicsit fáradt Magyarországnak, hogy a fáradtságból ne legyen fásultság, mert a fásultság előbb-utóbb oda vezet, hogy az embereknek a szíve még meg is kövesedik. Én arról szeretnék ma szólni, hogy minden dolgunkban, amit eltervezünk és amit csinálni akarunk, rendkívül fontos, hogy meglegyen az a bizonyos spirituális alap, aminélkül az ember életnek nincs értelme. Ez az én vágyam irodalomban is, hogy a úgynevezett egy spirituális realizmusban mutassam meg, hogy mennyire fontos két lábbal a földön állni, és ugyanakkor mindig az eget célozni. Ahogy mondani szoktam, működni itt kell, az ítélet oda át van.